A heti tarogüzenethez most a Wheel of the Year kártyát vettem elő. Ez nagyon szép képi világú, és arra gondoltam, hogy ebből húzunk most neked egy heti üzenetet. Nézzük, mit üzen a tarókártya a következő, illetve hát erre a hétre. Hát ez egy gyönyörű szép lap, ez az apród lap egyébként, itt hercegnő nevet visel, de a hagyományos ábrázolásban ez a kehely apród. És hát ha megnézed, ugye egy nagyon szép rózsaszínű ködben van ez a hölgy, és hát éppen üldögél, tehát hogy mindenképpen azt mondja neked, hogy a héten egy picit passzívabb időszak van, és nagyobb hangsúly terelődik az érzelmi életedre, mint eddig, méghozzá pozitív módon, hiszen ha megnézed az arc kifejezését, meg hát ugye a testtartását, a cselekvést, akkor ő nagyon jól érzi magát, éppen nagy álmodozásban van. És hát pont ezt is üzeni, hiszen mindig azt kell csinálni, amit a szereplő csinál a képen. Tehát arra hívja fel a figyelmedet, hogy nagyon fontos, hogy merj álmodni, hogy engedj nagyobb teret a vágyaidnak, illetve hogy hát hallgass jobban a szívedre. Utalhat egyébként egy új kapcsolatra is, tehát hogy lehet, hogy megismerkedsz, vagy egy vonzalom alakul ki egy új emberrel, hiszen a kehely apród, ugye ez egy elinduló energia, és az érzelmi életbe. És hát azért is rózsaszínek a fák, mert amikor az ember szerelmes, akkor minden ilyen rózsaszínben van, és hát nem nagyon jár a földön, hanem inkább egy álomvilágba él. Az árnyék oldalát is elmondom, hiszen minden lapnak van egy pici negatív oldala, tehát lehet ezt negatív oldalon is megélni, inkább csak ilyen figyelmességre intő. Vigyázz arra, hogy a megérzéseidre nagyobb mértékben támaszkodj, és hogyha úgy érzed, hogy valami nem stimmel, akkor inkább legyél egy picit óvatos, illetve óvaint a lap attól, hogy túlzottan az álmaidba menekülj. Utalhat arra, hogy nem nagyon tudsz gyakorlatilag ott lenni a dolgok jelenében. De ez inkább csak akkor, hogyha nehézségek vannak, akkor jusson eszedbe, hogy nem biztos, hogy az álmodozás lesz az egyetlen jó megoldás. Na, ettől függetlenül azért feladatként és üzenetként mindenképpen nagyon pozitív hetet mutat. És ahogy megszoktátok már, ugye mindig húzok egy angyalkártyát, vagy egy tündérkártyát. Hát én most a tündérek mágikus üzeneteit hoztam. A tündérek mágikus üzenetei erre a hétre, nézzük, mi jön ki. Na, szintén egy pozitív lap jött ki, az alap neve, hogy minden rendben. És hát azt üzeni, hogy nem érdemes most aggodalmaskodnod, mert ha nem is látod a végeredményt, a dolgok akkor is a jó irányba tartanak. Tehát nagyon fontos, hogy ne add fel, és ne keress más lehetőségeket, más utakat, mert hogy az, ami most történik, ez mind jó irányba fog téged vezetni. Tehát pont úgy fog alakulni, ahogy te szeretnéd. Jó, és itt is, hogyha megnézed a képen, ugye a szíve és a torka az egy picit hangsúlyosabb, tehát itt is nagyon fontos, hogy az érzéseidre hallgass, illetve, hogy legyél elfogadó azzal, ami jön, mert hogy ez téged jó irányba fog vinni. Na, hát így együtt a két lap szerintem egy nagyon szép hetet mutat, és kívánom, hogy azok az álmok, amelyeket megálmodtál, azok elkezdődjenek teljesülni.